Láttátok már a James Webb első képeit? Volt rajta valami különleges, amit egyből kiszúrtatok rajta? A fénylő csillagok nem pontszerűek, hanem mindegyiket egy hatágú nyúlvány ékesíti. De mi okozza ezt? Miért néznek ki ezek a nyúlványok máshogy, mint a Hubble képeinél? És egyáltalán nem probléma, hogy így elcsúfítják a képeket? Ez az űrkutatás magyarul YouTube csatorna kis okos sorozatának 23. része, amiből megint megtudhatunk valami érdekeset. A James Webb űrteleszkóp első tudományos megfigyeléseinek képeiről fog szólni a 90. epizód, ami pár napon belül elkészül. De addig is nézzük meg, hogy mi okozza a Webb képein azt a jellegzetes hatágú csillogást a legfényesebb csillagok körül. A jelenség neve diffrakciós tüske. Ezek akkor keletkeznek, amikor a hullámok valaminek a szélére kerülnek, és onnan módosult alakzatban terjednek tovább. Ez a jelenség épp úgy megfigyelhető a víz hullámainál, mint a hang hullámainál, és persze ugyanúgy tapasztalható a fény hullámainál is. A teleszkópok képein látható csillanásnak alapvetően két különböző forrása van. Az egyik a fő tükör alakja, a másik a másodlagos tükröt tartó rudak elhelyezkedése. Kezdjük az előbbivel. A James Webb fő tükrét remélem már mindenki azonnal felismeri, ha meglátja, egy olyan hatszögletű alakzatról van szó, amit 18 különálló, szabályos, szintén hatszögletű szegmens alkot. A különböző alakzatú tükrök pedig különböző alakzatú szélekkel rendelkeznek, amik befolyásolják a róluk visszaverődő fény hullámainak terjedését. Nyugi, nem fogok nagyon mélyre menni a fizikai dolgokba, a lényeg, hogy a tükör alakja határozza meg a diffrakció alakját, ahogy ezt ezen a képen is jól láthatjátok. Mivel a Hubble-nek kör alakú főtükre van, ezért annak diffrakciós hatása is körkörös. A Webbnek viszont hat oldalú főtükre van, sőt, azok is különálló szegmensekből épülnek fel, ezért az többszörösen szaggatott, csipkézett diffrakciós mintákat alkot a képérzékelőre. Igen ám, de van egy korábban említett másik tényező is, ami befolyásolja a fényhullámok eloszlását. Ez pedig nem más, mint a másodlagos tükröt fixen tartó karok, amik a bejövő fény útjába állnak az elsődleges tükör szemszögéből. Ezeken a karokon ugyancsak megtörik a fény, tehát egy második diffrakciós hatás is megjelenik a képeken. Mivel a Hubble esetében 4 merőlegesen szimmetrikus kar tartja a másodlagos tükröt, ezért annak egy 4-ágú tüske az eredménye. Viszont a Webbnek egy aszimmetrikus 3-ágú oszloprendszer tartja a másodlagos tükrét, így annak a merőleges szimmetria miatt 6-ágú tüskék lesznek az eredményei, ahogy azok ezen az ábrán is jól láthatóak. Ezáltal könnyen meghatározható csupán első pillantásra egy képnél, hogy milyen eszközzel készült, és mivel jelenleg egyetlen olyan hatszögletű tükörrel ellátott távcső kering az űrben, aminek háromlábú rudazat tartja a másodlagos tükrét, így biztosak lehetünk benne, hogyha egy ilyen csillagot látunk egy képen, akkor azt a James Webb űrteleszkóp készítette. Na de nem zavaró ez a hatás, hiszen kitakarja a mögötte lévő objektumokat. Nos, ennek elkerülésének érdekében történt a több hónapig tartó beüzemelési munkálat, hogy a különböző diffrakciós hatások pontosan kiszámítható módon jelenjenek meg az érzékelőkön. Márpedig ha pontosan kiszámítható módon jelennek meg, akkor azok zavaró tényezői is csökkenthetőek. Igaz, az e fajta utólagos korrekciók több zajt okoznak az elkészült képen, így ritkán élnek ezzel a lehetőséggel. Na, erről ennyit, pár nap múlva pedig érkezik az új epizód. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, hívd meg egy kávéra a Patreon oldalán, vagy csatlakozz, és legyél te is csatornatag az extra tartalmakért.